Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Nézzük akkor, mivel is foglalkozunk, és hogy miért foglalkozunk azzal, amivel foglalkozunk. Topa. Képzéseink vannak, méghozzá elég egyedi képzéseink, hiszen azt mondja, hogy az előző körforgásunk, a képzések, ugye 25 téma volt, amivel végeztünk 3 év alatt, a 25 témával. Most, ugye ez már jócskán több, mert már van olyan témánk, amit már 6 hónapja folytatunk, és miért mondom ezt? Mert minek kellenek ezek a képzések? Tehát ugye ezek olyan típusú képzések, amit mi személyesen 2013-tól kezdtünk el. Én emberek képzésével egyébként 93 óta foglalkozom, 91-től van saját szervezésű csapatom is, és azért foglalkozunk ilyen képzésekkel, mert engem mindig érdekelt az, hogy hogyan működik az ember, és hogyan működik az élet, illetve érdekelt volna, hogyha ezzel kapcsolatban lett volna bármilyen jellegű információm. Ehhez legkorábban ilyen információkhoz, hogy hogyan működik az ember, hogyan működik az élet, hát 93-ban kezdtem el hozzájutni, és amikor tényleg ilyen típusú tudást kezdtem el gyűjtögetni magamba, akkor ez 98 volt. Tehát addig is ugye 91-től már tanultam, de az első sorban olyan típusú képzés volt, ami motivációs, és kevésbé volt olyan, hogy maga az egyén hogyan működik. Tehát engem érdekelt az, hogy miért vagyok olyan, amilyen. És az is érdekelt, hogy mások miért olyanok, amilyenek. És volt egy furcsaság talán ezzel kapcsolatban, az, hogy az én tapasztalatom az, hogy a legtöbb embert az érdekli, hogy mik a jó tulajdonságai, és nem szeretik hallgatni a rossz tulajdonságaikat. Én 93-ban hallottam először olyan elemzést csináltak velem kapcsolatban egy hölgy, ahol nem részletesen elemzett ki, de olyan dolgokkal, illetve olyan információkhoz jutottam általa, ahol felismertem azokat a rossz tulajdonságaimat, amire én úgy gondoltam, hogy azon változtatni érdemes. Miért gondoltam ezt így? Mert akkor már emberekkel foglalkoztam, sőt, már emberek is vezettem, embereket képeztem, előadásokat tartottam, és én úgy gondoltam, hogy ha nem ismerem a rossz tulajdonságaimat, illetve a rossz tulajdonságaimon nem változtatok, akkor hogy akarok én emberekkel foglalkozni? Hogy akarok én embereket tanítani? Hogy akarok én előadást tartani, hogyha tele vagyok rossz tulajdonságokkal? Most az a tele, az természetesen idézőjelben. Tehát igazából az, hogy milyen jó tulajdonságaim vannak az elemzés során, nem is emlékszem, de arra emlékszem, hogy
mit mondott, milyen rossz tulajdonságaim vannak. És rádöbbentem arra, hogy ez tényleg így van. Na most én azóta rengeteg ember elemzését csináltam, nyilván nem a 90-es évektől, de már 90-es évek második felében kezdtem emberek elemzését, és nekem mindig furcsa volt, hogy az emberek többségét miért a jó tulajdonságaik érdeklik, és miért nem a rossz. Sőt, ugye én ismerek embereket, ismerek jelenleg is olyan embereket, akik egyszerűen képtelenek elfogadni azt, hogy vannak jó vagyis rossz tulajdonságai. Azt persze elfogadják, hogy vannak jó tulajdonságai, sőt, olyan embereket is ismerek, akik úgy gondolják, hogy hát ők nekik szinte csak jó tulajdonságaik vannak. Miből gondolom ezt? Hát mert mikor mondanám nekik, hogy így csináld vagy úgy csináld, akkor azt mondják, hogy ők úgy csinálják, és mégis hibáznak. Érted? Hát ha úgy csinálnák, akkor nem hibáznának. Tehát rengeteg olyan ember személyes fejlesztésében vettem részt, ami azt jelenti, hogy személyes konzultáció, coachingok keretében, hogy mondtam, kiderült, hogy mit csinál, és akkor mondtam, hogy az talán nem így kellene, hanem így, és azt mondta, hogy ő pont így csinálja. Hát mondom, ha pont így csinálnád, akkor nem ide jutottál volna, ahova jutottál. És egyszerűen sok ember képtelen azt elviselni, hogy neki vannak jó tulajdonságai, vagy rossz tulajdonságai, akarom mondani, tehát vannak rossz tulajdonságai. És ugye én például sokszor látom azt, hogy valakit szembesítek egy rossz tulajdonságával, nem közvetlen módon, hanem közvetett módon, ami azt jelenti, hogy én nem is ismerem magát a szemét, és így előadásban hall az illető az rossz tulajdonságáról. Erre mit csinál? Elmenekül. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy jaj, de jó, hogy tudom, hogy mi a rossz tulajdonságom, akkor legalább változtatok rajta. Érted? De nem, rengeteg olyan ember van, aki meghallja, hogy mi a rossz tulajdonsága, és világgá szalad, most idézőjelben. Természetesen. Tehát elmenekül. Nehogy már valaki megmondja neki, hogy neki mi a rossz tulajdonsága. Na most, pedig ez egy érdekes dolog, mert vajon mi az, ami miatt ő elmenekül? Hát gyakorlatilag én életemben egy pár emberrel találkoztam, akinek nagyon kicsi volt az egója, de képzeljétek el, ezek nem nők voltak. Tehát nem nők voltak. Tehát konkrétan ismerek három olyan férfit, akinek gyakorlatilag nagyon-nagyon kicsi egója volt, szinte semmi. És ugye az összes többi ember, akivel találkoztam, hát kisebb-nagyobb mértékben meg vannak áldva egóval. Ugye mit jelent az egó? Az, hogy először is én, majd harmadszor is én, vagy negyedszer is én, és akkor utána majd talán még valaki más. Oké? Na most, ha valaki úgy gondolkodik, hogy ő nem ilyen, akkor biztos, hogy ilyen. Oké? Tehát miből gondolom ezt, hogy ilyen? Mert az egónak van egy olyan tulajdonsága, hogy azonnal védekező álláspontra helyezkedik, sőt, helyez téged, hogyha olyan dolgot hall, ugye az érzékeléseken keresztül, az érzékszerveinken keresztül, ugye elsősorban fül, olyan dolgot hall, ami mondjuk a hibádra hívja föl a figyelmet. Tehát az illető hibájára hívja föl a figyelmet. És akkor ugye úgy védekezik az illető, ez egy védekezés, hogy ő nem, ő aztán nem. Hát mert ő, hogy lehetne neki egója, amikor ő mindent jól csinál? Tehát rengeteg ilyen emberrel találkoztam életemben,
Tehát ha már egyszer van egója az embernek, akkor azt úgy se lehet kiirtani, de egy dolgot lehet csinálni, parancsolni neki. Na most az ego egy olyan dolog, ami nem szolgál semmi jót. Tehát mondok egy példát, jó? Az 1800-as évek végéig, sőt mondhatnám, hogy a 1900-as évek elejéig a nőknek nem volt egójuk. Nem volt egójuk. Most gyakorlatilag mondom, én még nem találkoztam olyan nővel, akinek nincs egója. Mondom, férfival is, összvis vagy hárommal életemben. De mondom, olyan nővel még nem. Na most, mit jelent az ego? Hát ugye, mi baj van vele? Hát nem engedi az alkalmazkodást, nem engedi az elfogadást. Oké? Hanem védekezik. Az ego az egy védekező, idézőjelben, mechanizmusunk. Tehát amikor valakinél azt látod, hogy védekezik, akkor nem ő védekezik, hanem az egója. Érted? Mit nem úgy értve a védekezést, hogy mondjuk fizikai védekezésről van szó. Tehát éppen verik, aztán hagyja magát, most nem erről van szó, ne is hagyja magát, védekezzen, de most nem erről van szó, hanem arról, hogy mondanak neki valamit, és akkor elkezd védekezni, érted? Na most csak az a baj, hogy mondjuk ezt velem szembe csinálja valaki, akkor én tudom, hogyha ő védekezik, akkor talált. Oké? Tehát mindig minden esetben. Tehát nem azt jelenti, hogy velem szemben védekezik, csak éppen mondok neki valami dolgot, és akkor ugye elkezdi megmagyarázni, meg elkezdi bevédekezni azt a dolgot, tudom, hogy talált. Tehát ami azt jelenti, hogy ténylegesen az ego kiállt ugye a színre, és próbálja megvédeni az egyén. Na most gondoljátok végig, a nőknek ezer éveken keresztül nem volt egójuk, de képzeld el, túléltek, mert itt vannak a nők. Mind túlélt. Képzeljétek el. És az emberiség létszáma növekedett. Nem érdekes? Nem fura? Úgy is van növekedés, szaporulat, érted? Szaporodás, hogy nincs ego. Hogy van ez? Akkor az azt jelenti, hogy a túléléshez nem szükséges az ego. Világos voltam? Mert ha szükséges lett volna a túléléshez az ego, akkor már nem létezne emberiség. Mert a nőknek nem volt, és a nők szülték a gyerekeket. Világos voltam? Na most, ha egy embernek már kialakult az egója, az azt jelenti, hogy megszüntetni nem lehet. Sőt, az se lehet, hogy kisebb legyen az egója. Egyet lehet. Van az embernek egy tudata. Az egónk az nem a tudatunkhoz kapcsolódik, semmi köze a tudatunkhoz. Az ego az az ösztöneinkhez kapcsolódik. Oké? De van egy tudatunk, tehát ez azt jelenti, hogy van egy ösztönünk is, meg van egy tudatunk is. És a tudatunkkal tudunk parancsolni a saját egónknak.
vagy nem parancsol az ember a saját egójának, hagyja az egóját érvényesülni. Na most ennek mi lesz a következménye? Alkalmazkodás hiánya, elmondtam, elfogadás hiánya. Mit hoz ez a két dolog, az alkalmazkodás és az elfogadás hiánya? Konfliktusokat. Oké? Konfliktusokat. Mert nem tud alkalmazkodni másokhoz. Mert én. Oké? Nem tud elfogadni valakit úgy, ahogy van. Érted? Most itt nem történésről beszélek, mert elfogadásnál szoktam tanítani a történéseket is, eseményeket, helyzeteket, stb. Stb. Azoknak az elfogadását. De most itt nem erről van szó, mert az ego az elsősorban az emberekkel kapcsolatosan nyilvánítja ki a véleményét. És képtelen arra, hogy egy embert úgy elfogadjon, hogy van. És akkor mi történik? Például az ember mondjuk másként látja ugyanazt a dolgot, ami ugye jellemző. Tehát sok esetben nagyon jellemző, hogy két ember ugyanazt a dolgot nem úgy látja. És ebből miért keletkezik vita? Hát nagyon egyszerű, az elfogadás hiánya miatt. Ez nem azt jelenti, hogy okos enged, szamár szenved. Ez nem azt jelenti, hogy hú, hát akkor most engedte. Nem. Hanem azt jelenti, hogy képes volt elfogadni azt, hogy neki, mármint a másik személynek, más a véleménye azzal a valamivel kapcsolatban. Érted? És akkor miért álljon le vitatkozni, veszekedni a másikkal, amikor erre képes, hogy elfogadja azt, hogy neki a más a véleménye, és nem akarja a másiknak a véleményét erőszakosan megváltoztatni. Világos ez? Hanem fogja, elfogadja annak a véleményét, és tovább léphetnek a dolgon, és nem kezdik el őrölni magukat. Érted? De ma egy olyan világban élünk, ahol kifejezetten generálják a gyerekek egóját. Kifejezetten. Tehát senki nem úgy működött, hogy hirtelen felnőttként lett egója, nem. Már szépen gyerekkorodban alakították az egódat. És mire felnőtt lettél, kialakult az egód. Nem csak neked, mindnyájunknak, nekem is. Oké? Csak van egy óriási különbség, hogy a lányok, a kislányok, még mindig nem születnek egóval. A fiúk igen. Tehát a fiúk eleve egóval születnek. Hát az egó, hát megnézed, hát minden fiúba bele van kódolva a versenyszellem. Egó nélkül nincs versenyszellem. Azt mondaná, hogy neki nincs egója, mit versenyezzek én vele? Miért mérjem én magam hozzá? Érted? Tehát egy olyan ember, akinek nincs egója, nem fog leállni versenyezni. Világos ez? Mert miért kell versenyezni? Hát, hogy én győzzek. Érted? És ha megnézed, a legtöbb nőben ez a versenyszellem még nincs, még úgy sincs meg, hogy van egója. A hölgyek mit csinálnak? Ők nem versenytársat látnak egy másik szemében,
hanem vetélytársat. Nagy különbség. Oké? A versenytárssal versenyzünk. A vetélytársat azt kicsináljuk. Ez az óriási különbség a kettő közt. Érted? És ha megnézed, a hölgyek általában kit tekintenek vetélytársként? Egy másik hölgyet. Nem egy másik férfit, vagyis egy férfit, hanem egy másik hölgyet. És például a hölgyek nem tekintik vetélytársnak a férfiakat, csak a hölgyeket. Nagyon érdekes. De ennek is megvan természetesen a természetes oka. Szóval a lényeg az, a férfiak egy másik férfiban nem vetélytársat keresnek, vagy látnak, hanem versenytársat. Érted? És ez az egóból van. Tehát egy fiú tehát úgy születik, hogy már eleve ott van az egó. Egy lányban kifejlesztik az egót. Érted? Tehát egy olyan társadalomban élünk, ahol komolyan az egész oktatási rendszer onnantól kezdve, hogy bölcsőde, óvoda, arra van felépítve, hogy minél több egója legyen egy gyereknek. Erre van kifejlesztve. Hát eleve, gondold végig, ezt a célt szolgálják az összes szereplés, az összes például felelés, az összes dolgozat, ugye az iskolákban, mindezt a célt szolgálják. Az, hogy én, világos, mások előtt, nem tudom mennyire világos-e, mások előtt. Tehát mások előtt szereplés azt jelenti, hogy én, és akkor most mondhatod, hogy a Szedlacsik Miklós is akkor én, mert szerepel. Csak van egy óriási különbség. Én soha nem szerettem szerepelni. Tudod, miért szereplek? Mert tudom, hogy a szereplés révén tudom átadni nektek a tudást. Más módon nem tudom, és nem is akarnám. Mert azt tapasztaltam, hogy aki könyveken keresztül adják át a tudást, az mit sem ér. Mit sem ér. Mondhatjuk azt, hogy szinte semmit nem ér. Oké? Na most ez azt jelenti, hogy ráadásul ugye a tudást úgy kell átadni, hogy van, tehát annak, aki a tudást átadja, létrehoz egy közösséget. És ez úgy indul, hogy nem először is létrehoz egy közösséget, nem. Hanem először is, ahogy én csináltam, úgy, azt tudom elmesélni, elkezdtem átadni a tudást, és arra jött létre egy közösség. Világos ez? Tehát nem a közösség volt előbb, és a tudás később, hanem fordítva. A tudás volt előbb, és a közösség utána. És most a mostani közösségünkről beszélek, nem az ezelőtt 20 évről. Érted? Tehát itt van az egónk visszatérve. Azt jelenti, hogyha képes vagy alkalmazkodni, képes vagy elfogadni, akkor az életedben a konfliktusok mennyisége az óriási mértékben lecsökken. Oké? Na most de az, hogy az ember erre képes legyen, az egy folyamat. Az nem egy hétvége képzése. Érted? Az nem egy hétvégi képzés. De nem is egy heti képzés. Én látok embereket, akik itt tanulnak. Hónapok, évek,
sőt olyanokat is, akik évtizedek óta itt tanulnak, és ezért is tudom állítani, hogy ez egy folyamat. És az embernek önmagán kell a legtöbbet dolgozni. Érted? A legtöbbet. És most gondold végig, ha valaki nem szeret dolgozni, az mennyire fog önmagán dolgozni? Mert az is egy munka, hogy önmagunkon dolgozunk. Miért? Mert egy folyamatos odafigyelést igényel. Érted? És ha az ember nem figyel a saját cselekvéseire, a cselekvéseit megelőző gondolataira, akkor ugyanúgy éli tovább az életét, mint ahogy előtte. És nem lesz semmi változás ezáltal. És az, hogy odafigyelj valamire, tehát maga az odafigyelés, az energia koncentráció. Tehát energia szükséges az odafigyeléshez. Még egyszer mondom, energia oda, tehát energia szükséges. És ráadásul még az energiát koncentrálni is kell. Tehát nem szétszórja az ember az energiát, hanem fókuszálja, koncentrálja az energiát. Na most gondold végig, hány olyan embert ismersz, aki energiahiánnyal küzd? Szerinted, aki energiahiánnyal küzd, az fog tudni energiát koncentrálni? Ha ki van csukva? Ki van csukva? És akkor mi a megoldás? Hát bekerül az ember egy olyan közösségbe, amelyik tele van energiával, ezt úgy hívják, hogy PPH. Oké? Okay? És ott az ember, ha nincs elég energiája, amikor a közösségben van, tud energiát kapni. Oké? Okay? Én azt mondja, hogy 95-től biztos, hogy folyamatosan töltöm az embereket energiával. 95-től. Oké? Okay? Azért, mert onnantól már ezt megállapították külső emberek, szakemberek, akik ilyennel foglalkoznak. Oké? Okay? Ami azt jelentette, hogy értsétek, hogy az 95-től figyeltük ezt meg, figyelték meg kívülről emberek, hogyha az én társaságomban vannak, akkor utána jobb állapotba kerülnek. Tehát 95 az hány éve volt? Hát lassan 30, így van, 27. 27 éve. És én azóta az embereket töltöm. Biztos már előtte is, csak akkor nem figyeltek erre föl. Meg én sem. Oké? Okay? Mert ugye 93-tól kezdtem el tanítani, vezetni embereket. Azóta van, 91-től van egyébként saját szervezésű csapatom. Na most tehát, hogyha valakinek nincs elég energiája, akkor otthon, attól, hogy otthon ül, akkor sem lesz. Érted? Bár, hogyha mondjuk élőben nézi az előadásokat, akkor ebből az energiából jut élőben is. Ez biztos. De közel se annyi, mint mikor részt vesznek az előadáson. Tehát én meg szoktam kérdezni, vagy maguktól elmondják az emberek általában a többségében, mikor először jönnek közénk személyesen egy élő előadásra, akkor elmondják, hogy ez mennyivel jobb, mint mikor élőben nézték az interneten keresztül. Arról nem is beszélve, hogy
Sokan azt gondolják, hát elég a felvétel. Hát megkérdezném, hogy mire? Mire elég? Szóval az embernek ahhoz, hogy változást idézzen magában elő, kell, hogy legyen energiája erre. Értjük? És ha nincs elég energiád, akkor mondtam egy tippet, hogy hogy szerezhetsz energiát. Gyere közénk. De hát ide csak azok jöhetnek közénk, akik tanulok. Tehát akik vállalják azt, hogy ők itt tanulnak nálunk. Ugye a tanulást azt lehet végezni személyesen a helyszínen, a rendezvények helyszínén, lehet úgy végezni, hogy az ország, sőt, hála Istennek most már kezdődik, hogy a világ különböző pontjain összegyűlnek a pipiások azon a környékről, és együtt nézik mondjuk kivetítővel az élőadást. Szerdánként 18 órától és vasárnaponként fél öttől, délután fél öttől. És mivel együtt vannak, keletkezik egy energia, és abból tudnak az emberek töltekezni. Tehát, de lehet, hogy te nem akarsz töltekezni. Lehet, hogy neked úgy jó, ahogy élsz. Nekem mindegy. Csak miért kellene fejlődni? Emiatt. Bekerülhess az aranykorba. Az aranykor egy átmeneti korszak. A fenti létforma és a földi létforma között. Egy olyan társadalmi forma, ahol nincs elnyomás, de még emberként létezünk. Ezáltal, hogy nincs elnyomás, nincsenek elnyomók, tehát akkor nincs elnyomás, hogy tisztázzuk ezt a dolgot, ha nincsenek elnyomók. Márpedig a bolygón azért van elnyomás, mert minden ötödik ember elnyomó. Oké? Az azt jelenti, hogy az aranykorban nincs elnyomás, és az ember, ha nem kap elnyomást, akkor képes igazán fejlődni. Na most, te most egy olyan életet élsz, vagy legalábbis a legtöbb ember, főleg itt Európában, hogy nincs elég problémája, csinál magának. Tényleg, na. Miért? Hát ugye az életedben vannak olyan problémák, amik úgy jöttek létre a te saját életedben, hogy te voltál az okozó. Az azt jelenti, hogy hibáztál. Hibáztál. És ezáltal létrehoztál egy problémát. De gondold végig, mennyi olyan problémával találkozol, amit nem te hoztál létre. Hanem mondjuk a szomszéd elmeséli neki az ő problémáját. Mi közöd neked a szomszédhoz? Érted? Jön a, mit tudom én, valamelyik barátod, létrehozott valami, találkozott valami új problémájával, jön és elmeséli neked. Mi közöd az ő problémájához? Hm? Bekapcsolod a tévét, csak úgy nyomják a hírekben a problémákat. Rámész az internetre, és akkor földobja az internet a különböző problémákat. Az olyan oldalakat, amin problémákat olvashatsz.
De mi között hozzá? Mi között hozzá? És te mit csinálsz ezekkel a problémákkal? Hát rossz esetben, vagy a legrosszabb esetben együtt érzel. Sajnálkozol. Ennél rosszabbat nem is csinálhatnál. Érted? Ami azt jelenti, hogy átvetted azt a problémát, amihez semmi közöd. Világos? Semmi gond, ha akarod, csináld felőle, nem csináld, te életedről van szó. Minden probléma, amit beengedsz az érzékszerveden kereszt, érzékszerveiden keresztül, az rád negatívan hat. Oké? Ez hold biztos, hogy negatívan hat. És ha negatívan hat, akkor az azt jelenti, hogy rontja a hangulatodat. Na most ez, ennek viszont súlyos következménye van a hangulatromlásnak. Ugyanis az ember rosszabb hangulatban elveszíti még azt a tudást is, amit már megtapasztalt. Érted? Nem megtanult, megtapasztalt. És rossz hangulatban az ember olyan döntést hoz, amivel biztos, hogy létrehoz egy új problémát az életében. Világos voltam? De hát ugye erről az emberek mit se tudnak. Fogalmuk nincs, hogy ez így működik. Hiába mondanád azt, hogy de nálad ez nem így működik, de pontosan így működik, mert minden embernél így működik. És amit az ember leginkább tehet, hogy megkíméli magát azoktól a problémáktól, amit nem ő idézett elő. Világos ez? Miért a háborút te idézted elő itt a szomszédországban? Nem. Akkor mi közöd van hozzá? Jaj, mert olyan érdekes. Hát jó, hát akkor hasonl rá, semmi gond nincs ezzel. A szomszédnak a problémáját, itt tudom én az, hogy mit tudom, eladósodott, te idézted elő? Nem. Akkor mi között hozzá? Vagy mit tudom, a gyerekednek a megromlott a párkapcsolata, és nem fogadja el a segítségedet, de csak panaszkodik. Te idézted elő az ő problémáját? Nem. Ő idézte elő. Akkor mi között hozzá? Ez nagyon durva, amit most mondtam, mert a gyerekedről beszéltem. Mondom, figyeltél? Ha nem fogadja el a tanácsodat. Oké? Arról beszéltem. Akkor mi között hozzá? Ha nem fogadja el a tanácsodat, élje meg azt, amit neki meg kell élni. Semmi gond nincs ezzel. Te is csináltál olyat, hogy nem fogadtál el tanácsot, vagy nem is kaphattál, mert nem volt tanács, és megélted azokat a dolgokat, amit meg kellett élned. Nem? És belehaltál? Nem. És ő bele fog halni? Valószínűleg nem. Oké? Hadd élje meg. Semmi gond nincs ezzel. Hát úgyis egy olyan világban élünk, hogy az idősek nem bölcsek, a fiatalok meg úgyse hallgatnak az idősebbekre. Nem? Nem ilyen világot élünk? Tehát ami azt jelenti, hogy amit az embernek meg kell élnie, attól hiába akarod megkímélni, úgyis meg fogja élni. Érted? És akkor nem jobb azt a tudást elsajátítani, hogy elfogadj mondjuk egy embernek a működését? Elfogad. Vagy az a jó, ha vele szenvedsz?
Ha egy ember szenved, neked vele kell szenvedni. Azért, mert a bolygón szenvednek embereket, emberek, azért neked velük kell szenvedned. Hát ha ezt gondolod, te hülye vagy. Nem tudok más mondani. Ezt tudom, hogy kemény volt, de másként nem lehet ezt kifejezni. És ha megnézed, nem beszéltem butaságot, mert így működik. Így működik. Valahol szenvednek emberek, és akkor így nézi a tévét, vagy nézi az internetet, és ő is szenved velük. Erre csak ezt tudom mondani. Oké? Hát gondold végig, abnormális. Hát mi közöd ahhoz? És gondold végig, ha nem lenne tévé, nem lenne internet, nem lennének újságok, honnan tudnál arról a hírről? Még azt se tudnád, hogy Ukrajnában háború van. Érted? Azért tudod, mert létrehozzák azt, hogy neked ne legyen elég problémád, legyen több. Érted? Ezt csinálják. Mert minél rosszabb állapotban vagy, annál tudnod kellene, annál manipulálhatóbb vagy. Ennyi. És egy ilyen világot élünk, ahol táv manipulálják az embereket a médián keresztül. Egy jó állapotú embert nem lehet manipulálni. Mit jelent a jó állapotú? Onnantól, hogy jó kedvű. Érted? Jó kedvű. Nem néha, hanem az az általános hangulata, hogy jó kedvű. Érted? Jó kedv szintől nem lehet manipulálni valakit. Hát más nem kiröhög, ha manipulálni akarod, érted? Fogja az jót, nevet rajtad. És akkor ettől ekkora lesz a fejed, így megnő, tudod. Mert kinevette. Közben ő egy jó kedvű ember. És azt hiszi, hülyéskedsz. No szóval, egy olyan világban élünk, ahol ha te nem fejlődsz, akkor baromi sok problémád lesz. Hát nem, baromi sok. És akkor hallunk ilyeneket egyesektől, nem azoktól, akik itt tanulnak, akiket felkeresünk, hogy jöjjenek ide tanulni, azok között vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ők majd egyedül fejlődnek. Hát eddig kb. 70 ezer emberrel foglalkoztam közvetlen vagy közvetett módon, azért az nem kevés. Hát az már egy közepes város. Egy se találkoztam olyannal, aki tudott volna magába fejlődni. Érted? Egy se. Egy se. Miért? Hát gondold végig, van egy ilyen statisztika, hogy nézték az élőlényeket a bolygón, hogy melyik a legalkalmazkodóbb a élőlények. És akkor ilyenek jöttek, hogy csótány, ez az első, utána patkány, és utána harmadikként ott van az ember. Érted? Az ember a harmadik legalkalmazkodóbb lény a bolygón. Na most, ezt tudod, mit jelent? Az, hogyha te nem vagy egy remete. Mit jelent a remete? Hát aki teljesen elvonult az emberektől. Ha te nem vagy egy remete, akkor rád hatnak az emberek. Érted? És most, hogy az emberek közvetlenül hatnak rád,
vagy közvetve hatnak rád a médián keresztül, ez most részletkérdés. Tehát lehet, hogy te elvonulsz, bezárod magad egy lakásba, max találkozol a küldöncökkel, akik hozzák a futárokkal, akik hozzák a kaját neked, érted, meg a különböző dolgokat, meg a ruhát, stb. Stb. Minden futárokon keresztül vásárolsz, tehát csak úgy érintkezel az emberekkel, de én nem hiszem, hogy nem fogsz olvasni, nem hiszem, hogy nem fogsz nézni mondjuk internetet, vagy bármit, érted? Tehát magyarul nem fogod elzárni magad a külvilágtól teljes egészében, ami azt jelenti, hogy akkor is hatni fog rád a külvilágban lévő emberek hatása, érted? Akkor is hatni fog rád, és akkor is manipulálni fognak. Na most ráadásul az ember, hát én még nem láttam olyat, hogyha valaki magányos, akkor az boldog lenne, vagy ti már láttatok? Magányos, boldog embert láttatok, aki tartósan magányos és boldog? Nincs. Nincs ilyen. Na most akkor az azt jelenti, hogy mivel magányos, nem lesz tartós hangulata, jókedvű. Akkor az azt jelenti, hogy manipulálható marad. Érted? Nyilván ez úgy működik, hogy minél rosszabb állapotban van egy ember, annál manipulálhatóbb. Tehát egy ott kezdődik a manipuláció, a manipulálhatóság, hogy képzeld már egy érdeklődő ember, aki egy jó, nagyon jó állapotú a többiekhez képest, amit itt felsorolok, egy érdeklődő ember is manipulálható. Hoppá! Akkor ha lejjebb megyünk a hangulatokba, az unalom szintjén lévő ember még jobban manipulálható. Az ellenséges ember, tehát az ilyen rossz indulatú ellenséges ember még jobban manipulálható. A haragos, gyűlölködő ember még jobban manipulálható. A félelemben lévő, burkolt, rossz indulatú ember még jobban manipulálható, a bánatos ember meg még jobban manipulálható. Érted? Most a társadalom nagy része, ha megfigyelted ebben a két évben, félelem szintjén volt. Meg van is. Ez hol volt azon a listán, skálán, ha jobban, bármelyik jobban tetszik, hol volt? Fönt? Azután már csak egy volt, a bánat, ha jobban visszaemlékszel. Az alatt már csak egy hangulat van, a bánat. Elérik az embereknél például azt, hogy együttérzés szintjén legyen. Miért? Hogy adományozzon. Érted? Ez egy tipikus reklámfogás. Hogy elérik, hogy együttérzést nálad, vagy az embereknél, és akkor adományoznak. Érted? És milyen szint az együttérzés? A félelem és a bánat között van az együttérzés. Persze közelebb a félelemhez, mint a bánathoz. Érted? Oda leviszik az embereket, és ha ezt sűrűn csinálják, akkor az emberek ott maradnak. Érted? Tehát az ember úgy működik, hogy mivel nagyon jól alkalmazkodó lény, alkalmazkodik ahhoz a környezethez, ahhoz a helyzetekhez, rendszeres helyzetekhez, ami éri őket. És ha problémák érik az embereket, akkor bizony elromlik a hangulatuk. De ott kezdődik, hogy valaki
helyrehozza a hangulatát, hogy olyan közösségbe megy be, ahol nálánál jobb hangulatúak az emberek. Világos ez? De mégis sokan úgy gondolják, hogy majd ők egyedül megoldják ezt a kérdést. Hát óriási tévedésben vagytok, ha ezt gondoljátok, hogy egyedül meg lehet oldani. Arról nem is beszélve, hogy ugye a jókedv felett vannak további hangulatok. Például a jókedv felett van a lelkesedés. Sőt, a felett ilyen szintek vannak, hogy feldobottság, vagy játékosság, vagy döntés. Nem az a döntés, amit az emberek szoktak hozni, ez egy kicsit más, életmeghatározó döntésről van szó. És jó döntésről, nem rossz, jó döntésről. És például olyan, hogy létderűs nyugalma. Érted? Ami azt jelenti, hogy bármire ránéz, és nyugodt marad. És semmi nem tudja kihozni ebből a békés nyugalomból. Érted? Ez ezt jelenti? Na most gondold végig, a fenti létforma, ez a 40-es. 40-es. Érted? Tehát ez az időszak, amikor az ember az aranykorban tölti majd az idejét, az éveit, azt a célt szolgálja az elnyomásmentes tanulás, hogy képessé váljon arra, hogy bármire, bárkire békés nyugalommal nézzen. Érted? És semmi ne tudja kihozni a sodrából. Miért szerinted a teremtődet bármilyen cselekedetet ki tudja hozni a sodrából? Hát ha azt gondolod, hogy igen, akkor óriási tévedésben élsz. A fenti létformában így működnek az energialények. Oké? Te is egy energialény vagy, a lelked maga az energialény, a benned lévő lélek. És ha tudnád, hogy kell kilépni a testedből, akkor ki tudnál lépni a testedből. A fenti energialények a testet azt eszközként használják. Neked, sajnos nekünk a részünk. Érted? Nekik nem részük, mert akkor hagyják ott a saját testüket, amikor akarják. És olyankor mit csinál a test? Alszik. Érted? Egyszerűen alszik. Ezért egyébként csak úgy mondanám, hogy lehet, hogy nem is tudod, hogy egy időnként előfordul, hogy alvó állapotban tudatlanul és tudattalanul kilépsz a testedből. És persze visszajössz, mert utána fölébredsz. Oké? Még időben visszajössz. Szóval lényeg az, mert milyen lenne, ha nem jönne vissza a lélek? Nem tudnának fölébreszteni. Világos ez? Csinálta ezt egy színész, hogy ki tudott lépni a testéből, és pont egy ilyen próbán, éppen nem volt szerepe, de ott volt a próbán, és akkor leült, az kilépett a testéből. És azt hitték, hogy ha valami nagy baj van, már hívták a mentőket, mert nem lépett vissza a testébe, érted? Mert nem tudták fölébreszteni. Hát egy embert nem tudják fölébreszteni, akkor azt hiszik, hogy kómában van. És ez igaz. Oké? És akkor utána fogta, az nézte, hogy ott mit csinálnak vele, jó, hát akkor visszalépek a testembe. És visszalépett a testébe. És akkor fölébredt. Érted? Ezt meg tudod nézni egyik filmben,
az egyik színésznőnek a könyve alapján készült ez a film, és abban, tehát ő leírta ezeket az eseményeket, maga a színésznő, és azt megfilmesítették, de a főszereplője is annak a filmnek maga a színésznő, aki ezt a történéseket átélte. Jó, egyébként weboldalunkon megtalálható ez a filmnek a elérési lehetősége. Szóval lényeg az, hogy aranykor. Hát azt gondolod, hogy nem lesz ezen a bolygón. Miért kellene, hogy legyen aranykornak? Azért, mert az emberiségnek csak egy választása van a jövő szempontjából, az pedig az aranykor. Mert ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor sajnos ezt a bolygót úgy, ahogy van, meg kell szüntetniük a fentieknek. És a bolygónak az, és az emberiségnek az utolsó időszaka az a 2035. Világos voltam? Sőt, ha úgy látják a fentiek, hogy esélye sincs annak, hogy ezen a bolygón aranykor legyen, akkor lehet, hogy például mondjuk az idén vagy jövőre azt mondanák, hogy hát ennek esélye sincs, hogy aranykor legyen ez a bolygón, akkor az idén vagy jövőre ezt a bolygót úgy, ahogy van, eltörölnék. Világos voltam? És ennek megvan az oka, hogy miért van így. Oké? Erről én már beszéltem, nem egy előadásomban, a díjmentes részben. Tehát utána tudsz nézni a videóimban, hogy miért kell sajnos ezt csinálni a fentieknek. Tehát ezért az emberiségnek csak egyetlen egy esélye van, az pedig az aranykor felé haladás. Érted? Tehát az aranykor felé kell haladnunk. Az pedig egy dolog. Mindenkinek, aki csak hallja, adja át, hogy fejlődnie kell, mint embernek. Az azt jelenti, hogy egyre jobban és jobban kell bánni önmagával, másokkal és az életével. Világos voltam? Tehát az életével az azt jelenti, hogy az élettel, magával. Nincs más megoldás. Az emberek azt hiszik, hogy van, nincs más megoldás. Érthető ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!